Az jól látszik ezen a Pátyi helytörténeti kiállításon, hogy nagyon széles körű, mert láttam itt gyerekrajzokat, látok az élethelyzetből kiragadott pillanatokat, illetve nagyon régi okiratokat. Hogy alakult ki ez a helytörténeti kiállítás? Még vagy 40-50 éve kezdődött egy helytörténeti szakkör Pátyon, és az alapján az volt a magja ennek a gyűjteménynek, tehát körülbelül így indult. Milyen régi egyébként Pátyi történelme, ezt lehet tudni? 1286-os az első írásos említésünk, de hát a történelmi szobánkban, a teremben ott őskortól kezdve vannak leletek, tárgyi bizonyítékok arra, hogy a Pátyi és környéke az lakott hely volt, nyugodtan lehet mondani, évezredek óta. 1286-tól, tehát az első megtalált írásos említésünk óta, aztán számtalan birtoklevél, adományozó levél tanúskodik arról, hogy a Pátyi az lakott település, és adták-vették a földbirtokosok. Laci bácsi, melyik a legrégebbi tárgy itt a múzeumban? Mi az, amire a legesleg a legrégebbi büszkébe? Tárgy, a dokumentumokból tudjuk pontosan meghatározni, hogy ő milyen korú, azok pedig azért szép számmal akadnak. 1790-es évekből van egy számadáspapírunk, vagy dokumentumunk, ami eredeti, de amire nagyon büszkék vagyunk, van egy 1805-ös eredeti első Ferenc király által kiadott dekrétum. De nyugtasson meg, hogy ezek nem padláson voltak. Nem padláson voltak, ezek féltveőrzött kincsek voltak a családoknál, itt Pátyon, akiktől kaptuk ezeket adományba az elmúlt évtizedek alatt. És miről szól ez a dekrétum? A dekrétum több fejezetből áll, ami a lényeg benne, hogy itt adja ki Ferenc király azt az első írásos engedélyt arra, hogy a magyar nyelvet már lehet használni időnként a különböző előjáróságokban, meg hát az országgyűlésben. Vagyunk arra, hogy 60 értéket írtunk össze a faluba, ebből most 4 értékünk már megyei szinten tartózkodik. A Csergezán kilátó, föl lehet kerékpározni, a Sasfészek tó szintén bejárható. Egy másik teremben van egy gyönyörű gyűjtemény, Csuhéj alkotások, Kolozsvár Inné Erzsikének a alkotásai, illetőleg a Pincehegy, amely megint csak kerékpárosoknak alkalmas hely arra, Pincehegy varázsa, a Pátyi borok, nyitva vannak a pincék, látogassanak oda is el. Hogyha a Zsámbéki medencéről beszélgetünk, az ide látogatók mennyire használják ki a Turinform irodát? Mert hogyha én elmegyek valahova, akkor én felkészülök az interneten, de mindenki így van ezzel? A látogatóknak egy nagyon nagy része valóban felkészül az internetről, de mindig vannak olyanok, akik nem, illetve akik, amikor ide érkeznek, akkor telnek meg kérdésekkel és kíváncsisággal, hogy hova érdemes éppen aktuálisan elmenni, esetleg milyen rendezvények vannak, amit tudunk ajánlani, milyen jó kis helyi aktualitások, amik éppen most tekinthetők meg, és amikor máskor. Illetve amiben még plusz tudunk adni az internethez képest, hogy rendkívül sok kiadványunk van. Vannak saját kiadványaink, most nemrég adtunk ki egy kis könyvecskét, amit egy helyi hölgy írt. A Két kerékkel a Zsámbéki medencében a címe, kimondottan biciklis témában. A saját biciklis élményeit és tapasztalatait dolgozta fel, méghozzá kis élményszerű leírásokkal, térképeket mellékelt hozzá, fotókat, úgyhogy érdemes kézbe venni és az alapján elindulni, rábökni az egyik ilyen kis körre, és megcsinálni. És ehhez a kiadványhoz a Turinform irodában hozzá lehet jutni? Igen, ehhez a kiadványhoz is hozzá lehet jutni az irodában, és hát vannak a másik repertoárunk, másik darabjáról, a Zsámbék Színházról szóló érdekes kiadványaink is, meg a környék nevezetességeiről, Zsámbék nevezetességeiről, a Zsámbéki medence nevezetességeiről szóló kiadványokhoz. Azt
olvastam, hogy 13. századi romról van szó, és romtemplomról. A 13. században klasszikus templomként működött, imádkozni jártak ide az emberek? Ez egy kegyúri templom volt, vagyis az Ajnart családnak a birtokán épült, és az Ajnart családnak a nagyságát és reprezentációját szolgáló épület volt, ahol a szerzetesek imádkoztak, volt némi külső forgalom, és elsősorban a kegyúri család járt ide, és nem csak imádkozott, hanem más egyéb funkciókat is ellátott, volt saját családi kápolnája, temetkezési helye, illetve hát a levéltára is itt volt ebben az épületben, tehát más funkciókat is tartalmazott ez a templom. A klasszikus plébánia templom az valószínűleg lent volt a faluban ebben az időben. Milyen stílusjegyek találhatók a templomon építészeti szempontból? Akkoriban, amikor a Magyar Műemlékvédelem, amely most már 150 éves elindult, akkor Henselmann azt mondta, hogy átmeneti stílű. Hát ez a meghatározás, ez most már nem érvényes. Ugye mi román, meg gótika, de mégis a kettőnek a határán lévő épületnek tekintjük ezt. Bizonyos elemeik azok tulajdonképpen még a román stílust tükrözik, a más elemei már a gótikát. A választó vonal a tatárjárás. A tatárjárás környékén megállt ez az építkezés, és csak utána, jóval utána indult el. Tehát 1258-ban van egy adatunk, hogy IV. Béla megerősíti ezt az adományozást, az Ajnartságnak az adományozását. Tehát románikának és a gótikának a stílusjegye is megtalálhatók az épületen. És mondta, hogy egy családnak volt ez a temploma. Ezek szerint ide is temetkeztek? Így van, ez a család az Ajnart család volt. Sőt, talán magának a templomnak, a nagy templomnak a helyét is azt határozta meg, hogy volt egy kicsi templom előzőleg a mai templom kontúrján belül, és az egy temetkezési hely volt. Lehet is tudni, hogy a nemzetségnek, a smaragd nemzetségnek egy főúri nő tagját temették oda, és ez ilyen kvázi búcsújáró helyé vált, és aztán e köré épült a templom is, és hát ezért lett, hogy az északi oldalon van a kolostor, pedig az általában a déli oldalon szokott lenni, mert hogy ezt a szent helyet, ezt körbeépítették a 13. században. A zsámbéki lakosoknak mit jelent ez a romtemplom? Ez az ékszerdoboz? Hát igazából ez Zsámbéknak egy ilyen emblematikus épülete, és hát ahol megjelenik ez a romtemplom kontúr, ott azért az embernek megdobban a szíve, hogy hát otthon vagyunk. És aki régi zsámbéki lakos, vagy csak nem régen jött, azoknak is azért ez egy szimbólum, és szeretnénk, hogyha meg lehetne őrizni ezt a szimbólumot. A zsámbéki medence milyen útvonalakkal és kerékpáros attrakciókkal készül az ide látogatók részére? Például említeném a Bia Bringaringet, ami nemrég került átadásra. Ez egy mountain bike-os ügyességi pálya, ami egyébként családoknak, de haladóknak is nyújt kihívásokat. 12,5 km hosszú, és adott körülötte az infrastruktúra, ami a kulturált, nyugodt és biztonságos biciklizéshez szükséges, tehát vannak megállók, térképek, információs táblák, és még szerelőoszlopok is. A Bia Bringaring mellett mely települések készülnek még ilyen attrakciókkal, vagy hol találunk olyan különleges pályát, amely ide vonza még a látogatókat? Például Budajenőn is éppen most összeadtak át egy freestyle biciklis pályát, ami egyébként egy már meglévő trackpályának a kibővítése, több mint 600 négyzetméteres lett most ez a pálya, és nagyon klassz ügyességi feladatokat kínál kezdőknek és gyakorlóknak egyaránt. Említhetném még Telkit. Telkiben is éppen most ősszel került átadásra egy BMX-es pumpapálya, aminek pedig az a különlegessége, hogy ez egy tekerés nélkül körbejárható kör azoknak, akik gyakorlottak, olyan kanyarokból, ívekből, görbületekből áll, hogy nagyon könnyű rajta, illetve gyakorlattal könnyű rajta úgy átmenni, hogy nem is kell hozzá tekerni.
Kerékpárral érkeztünk, nyilván egy lámpamúzeumban az első kérdés, hogy van-e kerékpárlámpa itt a múzeumban? Van, nem is egy. Első kerékpárlámpák olajlámpák voltak, még olajjal világított, a főleg Repsol olaja, aztán jött a karbid lámpa, aztán jött a dinamo. Minden lámpa gyakorlatilag újkori állapotot mutat. Ez azt jelenti, hogy így megőrzik a háztartásokban ezeket a lámpákat? Hát az azért azért lehet, hogy 20 darab volt, ami komplet volt. Valami mindről hiányzott. Esetleg lehetett róla az üveg, vagy tönkrement a srófja, de én csak az eredeti alkatrészekkel pautolom. Van egy lámpa, az 10 évig volt a műasztalon, mire össze tudtam rakni. Ezek szerint restaurális? Én csinálom, én szedem rendben mindent. Sőt, volt a Gépárművészeti Múzeumtól megnézni, és kijött a hölgy, valami vezető volt, hogy szeretné, ha az ő embere így dolgozna, mint én. Hát mondtam, az pénzért dolgozik, én meg szeretetből. És érkeznek még lámpák manapság is a gyűjteménybe? Jönnek mindig sajnos, de már nem tudom hova tenni. Van kedvenc lámpája itt a kiállításban? Nincsen, van, ami esik a legjobban teszik, mint a másik. Itt a hátam mögött van egy nagyon kis érdekes lámpa, az nagyon teszik, mert nagyon pici kis virág van rajta. Az jobban teszik, mint ami agyon van díszítve. Ennyiből nem lesz kedvenc, ha kettő volna vagy három, akkor lehetne kedvenc. De ezerből nem nagyon lehet kedvencet választani. Hogy találja meg ezeket a lámpákat, illetve melyikre mondjuk a legbüszkébb, amelyik mondjuk a legrégebbi darab? Hát, büszke, mindre büszke vagyok. Hát a legrégebbi a római mécsesek. Hát amikor híre ment már, például hoztak római mécsest, Jean Bacon találták, de nem tudták, hogy micsoda. Hát egy egyszerű ember a földből kiásta, halvány gőzese volt, hogy ez mi lehet. Mondtam neki, hogy ez bizony egy római serékmécses. De ma már tudják, hogy jön a lámpás, és ide hozzák, megkérdezik, hogy használható-e? Tudják, persze, tanácsok, meg nagyon, még fiatalabb voltam, nagyon sok lámpát szedtem rendben másnak. Megmutassák, mit kell bele, milyen hiányzik neki, vagy nem akarom megvenni. Bár a gyűjtés az, amit én tanálok meg. Amit letesznek az asztalra, az csak vásárlás. Felmentem egy padlásra, átkutattam, lehordtam, azt mondja az öreg, ez nem volt az épadlása. Mondom, csak nem képzelni, hogy magammal hoztam. Hát, hogy ő sose látta. Azt találtam meg esetleg, ami kellett neki. A többit nem tudta. Én viszont még benyújtam az egérjukba is. Említetted, hogy a zsámbéki medence települései összefogtak a kerékpározókért. Hogy néz ki ez az összefogás? Az összefogásnak egy nagyon szép példája szerintem a Budavidék Zöld Út Szövetség, amelyet civilek hoztak létre, méghozzá úgy, hogy lépten nyomon biciklizve mindig találkoztak, és elhatározták, hogy ezt a zsámbéki medencét, ami tulajdonképpen egy kis teknő körbe a településekkel, gyűrűben, több körben veszik körbe a települések, hogy ezt erre kitalálnak egy olyan biciklis útvonalat, amivel a települések egymással összeköthetők, és feltárhatók a településeken található szépségek, akár műemlékek, akár kávéházak, stb. És biciklivel jól bejárható útvonalakat fűztek így egymáshoz. Ezek kiépített útvonalak, kerékpáros útvonalak? Nem, ezeket az útvonalakat a már meglévő mezőgazdasági utakon, dűlőutakon, és a települések régi központjain áthaladó útvonalakon jelölték ki. Készítettek ehhez térképeket is, egy körülbelül 85 kilométeres kör van így, illetve hát elágazásokkal van így most már így feltérképezve, és hát nem csak az internetre tették ezt fel, és nem csak így térképen hozzá, hanem ők készítettek faragott köveket is, és ezeket szépen lehelyezték a csomópontokba, ezek alapján jól lehet tájékozódni ezen az úton.
Szerbusztok! Jó reggel! Szerbusz! Segíthetek? Aha. Igen. És van alkoholmentes sörre? Kint a nádasban. Vagy hozzak rendeset? Mondjuk. Hozhatok rendeset is, de egyébként van alkoholmentes söröm is. Amikor ide jönnek az emberek, csak a büfé miatt érkeznek? Nem, azért, mert én is itt vagyok. Most már kicsit miatt. Úgy érzem magam, mintha benne lennénk a filmben. Lalit kellene keresni, nyilván mindenki ezzel a poénnal érkezik. Szabadságom van. Szabadságom van. Most már hosszú ideje, sajnos. Volt egy pár hónap ezelőtt is itt. Szeret itt lenni? Mert aztán azt látjuk, hogy a természet az itt van a büfé mellett rögtön. Ez így van. Igen, tehát megmondom őszintén, Pestről jöttem, ég és föld a kettő közt a különbség. A természet, a nyugalom, a béke, tehát itt még egy hangos szó váltás se lehetett hallani. És mit szokott ajánlani? Egy feketér érkeznek, vagy akár enni is szoktak? Nagyon sokan esznek, hála Isten, viszonylag elég jó a felhozatalunk, van az üvegtigris, hamburger, az egy speciális, meg van pirítva a békön, marhahús, sajt. Hát kipróbáljuk. Jó. Együnk valamit. Próbáljuk ki. Gyönyörű szép ez a látnivaló, ami itt van. A tó körül az önkormányzat kialakított nem régiben, egy-két évtizeddel ezelőtt egy tanösvény, és ezen a tanösvényen végighaladva megismerkedhetünk itt a tónak a jelentőségével, az állat és növényvilágával, meg hát nem beszélve arról, hogy szépen kiépített pihenők vannak, le lehet ülni, lehet pihenni, és egy nagyon szép kis sétát lehet itt tenni. Nagyon-nagyon nádas, ebből arra következtetek, hogy nagyon gazdag az állatvilág és a növényvilág is? Így van, és az a tónak a jelentősége, hogy itt a környező területeken mezőgazdasági művelés folyik, de itt a tó és közvetlen környéke, ez egy védett terület, és így az állat és növényvilágnak, illetve főleg az állatvilágnak egy ilyen szaporodó helye, egy ilyen utolsó menedéke gyakorlatilag itt a mezőgazdasági területek között. Egyébként ennek a régiónak ez az egyik vonzereje, ez a Garancsi tó, mert tényleg, hogyha megnézem, körbejárható, egy röpke kiránduló program, de egy a büfével összekötve, vagy azokkal a helyekkel, ahol ma voltunk összekötve, ez egy szuper kerékpáros útvonal. Ugyanez a véleményem. Az üvegtigrisről nagyon sokan hallottak, gyakorlatilag Magyarországon mindenki ismeri a filmet, tehát külön reklám nem kell ennek a helynek. Aki tudja, hogy itt van, azért jön ide, aki meg itt útközben elhalad és megpillantja, azt szerintem visszafordul és betér ide, és legközelebb, mikor erre jár, akkor meg megint szinte megelevenedik a film, lehet érezni a filmnek az auráját. És lehet érezni a természet közelségét is. És azt is, igen. Nagyon finom illat van, és tényleg mindig lehet valamilyen védett madarat, valamilyen állatot látni. Én a múltkor például szürke gémet láttam itt átröpülni. Említetted a színes lehetőségeket itt a Zsámbéki medencében. Milyen fejlesztések várhatók még a közeljövőben? A fejlesztésekre mindenképpen szükség van, hiszen az infrastruktúra csak részben áll rendelkezésre. Bicikli kölcsönzésre például van lehetőség itt a hotelekben már, illetve vezetett túrákat is lehet kérni. Van ez a zöld út hálózatunk, de amire nagyon nagy szükség lenne, és ez a zöld út hálózatot kiötlő civil szervezetnek is az egyik legfontosabb célja, meg hát a településeknek is, hogy itt megvalósuljon egy ilyen biciklis kör a Zsámbéki medencében, gyakorlatilag a zöld útnak a nyomvonalát követve, amire aztán a zöld út által létrehozott becsatlakozásokon az összes településnek az összes érdekes helye be tudna kötődni. Tehát ez az infrastruktúra, ez már gyakorlatilag rendelkezésre áll, már csak meg kéne ráépíteni ezt a kört, majd hogyha ez kész van, akkor ezt azonnal be kéne kötni például a Budapest-Balaton bicikliútba, hogy bekerülhessen a Zsámbéki medence is így az országos kerékpáros vérkeringésbe. Van még fejlődési lehetőség? Úgy látod, hogy még az út elején jártok? Rendkívül nagy potenciál van ebben. A Zsámbéki medence idegenforgalmi egyesület éppen most kezdett bele egy stratégiaalkotási folyamatba, aminek
a végén azt szeretnénk, hogyha a Zsámbéki medence felkerülhetne a magyarországi turizmus térképére így egyben, nem településenként, hanem egyben, mint Zsámbéki medence. Az volt, hogy a nemez, az egy ilyen sprőd, kemény, durva anyag. Ehhez képest ez a sapka egy nagyon finom anyag, tehát akár kényelmes viselet is. Nyilván azért készült sapka belőle. Igen, a gyapjú az sokféle vastagságban van, és ugye, hogyha nagyon vastag szálú gyapjúval nemezelnek, akkor valóban sprőd lesz, durva. De hogyha egy ilyen vékony mikron, millimikron szálúval nemezelnek, akkor az azért egy ilyen nagyon finom tapintású anyag lesz. És mit készítettek belőle? Hát elsősorban ugye a melegítés a célja szerintem egy nemeztárgynak. Csizma, sapka, mellény, de ugye a mi őseink a jurtasátornak a falát ebből készítették. Szőnyeget. Ezek voltak az elsődlegesek, amiket készítettek. És hát persze a gyerekeknek soha nem hagyták ki a meglepetést és a kis örömteli játékokat, tehát játékot is lehet belőle készíteni. Ma már nagyon sok minden, tehát ma ugye a természetességnek van megint egy reneszánsza, és ez nagyon jó, mert természetes anyag, állatbarát anyag. És hol lehet találkozni kék, lila, narancssárga, bordó bárányokkal, amelynek ilyen szőre van? Hát az, ott, azokkal a mesében, de mi is egy ilyen meseműhely vagyunk, mert hogy ezeket én festem saját magam. Tényleg olyan színűeket, amilyennel szeretnék dolgozni. Nyersen veszem a gyapjút is, a sejmet is, és ugye erre van most már kifejlesztett eredendően állati szőrre, állati termékekre készült festék, és a sejem és a gyapjú is ugyanaz, és ugyanazzal festem. Adok neked egy ilyen csíkot. Köszönöm. És ennek a végét meg kell fogni, szét kell szedegetni, ilyen kis hátja vékonyságúra, és ja, ilyen vékonyra. Igen, és ha lehet egyenletesre. És utána fogom, és itt a hüvelykujjam alatti részre ráfogom a négy ujjamat, és utána tépem. És rárakom egymásra, rakom, szóval úgyhogy mindig fedjék egymást. És azzal, hogy összekapaszkodik, akkor egy idő után vízzáróvá válik? Nem attól válik vízzáróvá, hanem attól, mert van rajta egy ilyen lanolin zsírral gazdag a gyapjú, és bár ez ki van mosva, ki van fésülve, de ugye az a képessége, ahogy taszítja a vizet, az megmarad. Akkor is, ezután is, ha megfestjük, azután is, és ezért nagyon jó, mert én például amióta a kalapjaimat készítem, és én magam is hordom, azóta nem nagyon hordok esernyőt. Mert ez nagyon jól véd az eső ellen, hó ellen. Akkor lehet eső vagy szél, a hajam tökéletesen tart a sapka alatt? Igen, igen, mert nem lesz olyan elektromos, ugye, mint a műszálas anyagoktól egyrészt, másrészt tényleg véd, tehát nagyon jó, sűrűek a kapaszkodásai a gyapjúszálaknak, sűrűbb, mint a szövésnél. És ezért nagyon jó szél ellen, tehát nem érzi az ember, hogy átfúj rajta a szél. Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk a mai napon, és azt hiszem, hogy láthattuk, hogy ez a Zsámbéki medence milyen színes, és érdemes ellátogatni bárkinek.